Köbön hamarosan elkészülnek a Csaba Park új attrakciói. Világbajnokság a fürdővárosban, több száz íjász verseny ez a héten Gyulán. Újra edzésben a csabai röplabdás lányok, az új idényre készül a BRS-e. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A megfelelő ütemben haladnak a Csaba Park fejlesztései. A létesítmények gyakorlatilag felépültek, már csak kisebb munkálatok vannak hátra a területen. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a teljes beruházás jövő év elejére készülhet el. Így néz ki kívülről, és ilyen belülről átélve egy lecsúszás a Csaba Park leglátványosabb attrakcióján, a 160 méter hosszú drótkötélpályán, melyet egyelőre csak tesztelés céljából próbálhattak ki a szakemberek. Szemlátomást már csak kisebb munkálatok vannak hátra a Csaba Park körtesori részén zajló beruházásból. Elkészült a természetes anyagokból álló kötélpálya, illetve a tó melletti mászótorony is. Jelenleg ezen létesítmények használatba vételi eljárása folyamatban van. A kivitelezési munkák már a végéhez közelednek, látszik is, hogy apró jellegű finomítások vannak, füvesítés zajlik még a területen. Tudni kell, hogy ezek speciális eszközök, tehát a használatba vételi eljárása, illetőleg a tanúsításoknak a megszerzése roppant időigényes, ezek folyamatban vannak, és csak és kizárólag azt követően használhatóak. A mesterségesen kialakított dombon nem csak a drótkötélpálya indító állomásaként funkcionáló 14 méter magas kilátó épült meg, hanem a műanyag borítású hófánk és sípálya, valamint a csúszdapark is. Ha az összes engedély rendelkezésre áll, akkor ősszel elindulhat az aktív turisztikai elemek próbaüzeme. A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. Közlése szerint a teljes beruházást a nagyközönségnek jövő év elején adhatják át. A 7.tv híradóját Vince Attila tudósította a Békéscsabáról. Elkezdődött a szüret a bányatavak közelében található Csaba gyöngye szőlő ültetvényen. A gyümölcsös fenntartói Szedd Magad akciót szerveztek a múlt hétvégén. A 2 hektáros területen a Stark Adolf által nemesített gyümölcs mellett számos más szőlőfajta is található. A Csaba gyöngye szőlő Stark Adolf munkássága nyomán indult világhódító útjára a 20. század elején az egyik legkorábbi érésű csemege szőlőfajtaként, melyből leghamarabb készülhet új bor. A Stark Adolf kertbarátkör elnöke elmondta, hogy ez a szőlőfajta nagyon jó tulajdonságokkal rendelkezik. Elkezd erjedni maga a szőlő, egy szénsavas állapotban kerül, amit akkor töltenek palackba, és avval elérik, úgy képzeljük el, mint a Traubi szódát, csak ez egy alkoholos tartalmú ital lesz, megőrzi ez a szénsavas jelleg azt a kiváló zamatos aromát, ami a Csaba gyöngyét jellemzi. A Békéscsabai Csaba gyöngye szőlő ültetvényen múlt hét szombatra hirdettek Teszed Magad akciót. Egymás után érkeztek azok a helyiek, akik szüretelni szerettek volna, de voltak olyanok is, akik Kondorosról utaztak a megyeszékhelyre, hogy szőlőt szedjenek. A nap folyamán körülbelül 200-an keresték fel az ültetvényt. 10 kiló 60 deka. Átlagosan ekkora mennyiséggel távoztak a szüretelők az ültetvényről. Sokan készültek kosárral, ládával vagy vödörrel. A megkérdezettek többsége szőlőlének vagy befőtnek szedte a szemes gyümölcsöt, csak néhányan döntöttek úgy, hogy kistételben azonnali fogyasztásra viszik haza a szőlőt. Néró, Eszter, Palatina, Lidi. Ezekből a fajtákból is lehetett szedni a Csaba gyöngye szőlő ültetvényen, a Stark Adolf által nemesített fajta mellett. Az időjárás nem tett jót a közel 2 hektáros területű gyümölcsösnek, azonban az ültetvény fenntartói úgy vélekednek, hogy mégis megfelelő mennyiségű termés áll rendelkezésre a szüreteléshez. A következő Teszed Magad akció augusztus 19-én pénteken 14-től 18 óráig, és augusztus 20-án szombaton 8-tól 12 óráig lesz. A helyszínről Szabó Judit tudósított. Számos program várta azokat, akik a hétvégén két egyházára látogattak.
A Pogácsa Fesztivál ideje alatt volt látogatható az a kiállítás, amely a kézművességet, a divatot, a folklort és a festészetet járta körbe. A tárlat mintegy hagyományápoló attrakcióként védjegye a településnek, mivel csak két egyházi lakosok alkotásait állították ki. Hargitai Megyeri Valériával nem csak a péntek délután nyíló kiállítás szervezőjeként, illetve alkotójaként találkozhattak a látogatók, hanem a Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület által működtetett alkotótáborban is. A 14. éve megrendezett Pogácsa Fesztivál elementáris részét képezi a vegyes összetételű kiállítás, amelyen egyre több és mindig más alkotók mutathatják be profiljaikat. Mindig úgy gondolom, hogy két egyházi alkotókkal kell. Próbálkoztunk mi már olyannal is, hogy külsőssel, de igazából ennek van nagyobb látogatottsága, hogyha két egyházi emberek állítanak ki. Ez nagyon heterogén a kiállítási anyag is, de az életkor is. Ugye a 89 évestől a 17 éves kislányig különböző korosztály állított ki. A 13 kiállító különböző témákban alkothatott szabadon. A 17 éves Mezei Vivien divattervezőnek tanul, mint mondta, kiskora óta érdeklik a kreatív tevékenységek. Igazából ez egy iskolai feladat volt. Egy ilyen éjszakai alkotásra kaptunk ilyen külön szavakat, ilyen hangulat, ilyen emberi viszonyokról szóló feladatot, és arról jutottak így eszembe ezek, és úgy konkrétan nincs is címük, hanem csak így ilyen emberi dolgokról szól. A három gyermekes édesapa, Török Lajos 2010-ben ismerkedett meg behatóbban a fafaragással. Elmondása szerint ez a tevékenység szerelem volt első látásra, azóta pedig több képzésen is részt vett a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnél, hamarosan népi iparművészé válik. Első munkáit gyermekeinek készítette, a játszóelemek után pedig szobrokkal kezdett foglalkozni. Észak-Magyarországon jártunk nyaralni a családdal, és a kisfalvak ki- és bevezető részein embernagyságú szobrokat láttunk, ami nekem nagyon megtetszett, nagyon megfogott, és mikor hazajöttünk a nyaralásból, akkor elkészítettem az első kis arcomat, szobromat. Fekete Gabriella sok alkotói technikát vonultatott fel a kiállításon. A látogatók többek között batikolt képeit, gyöngyfűzött táskáit, részdomborításait is megtekinthették. Tudatos alkotónak vallja magát, mint mondta, az alkotóművészetben igyekszik kiteljesedni. Most mentem nyugdíjba, és ezért valamit kezdenem kellett magammal. Az az energia, amit a tanításba belefektettem, akár a maga tanítási órába, vagy tankönyvek írásába, egyekbe, most úgy éreztem, hogy más irányba kell fordítanom. Ezért is lett ennek a kiállítás résznek az a neve, hogy újratervezés. Van, ami régi szerelem, ilyen a gyöngyözés. A tárlatot a Pogácsa Fesztivál idején 3 napig lehetett megtekinteni. Múlt vasárnap elindult az egy héten át tartó 3. történelmi íjászvilágbajnokság Gyulán. A viadalon több száz íjász versenyez majd. Eldördült a fegyver, majd felvonultak az íjászok. Az országok képviselői a vár elől indultak el a világóra irányába. A gyulai várba visszaérve egy látványos íjász bemutatóval folytatódott a megnyitó. A bemutatót követően a résztvevő országok zászlóit vonultatták fel. A viadalon 4 kontinens több, mint 20 országa képviselteti magát. A versenyek 5 különböző pályán zajlanak. Folyamatosan regisztrálnak még, mert azért nem egyszerű a vízum meg a pandémia miatt bejutni, főleg Ázsiából. 20 körüli ország van jelenleg, ahonnan regisztráltak. Azt kell tudni róla, hogy a történelmi íjász világbajnokságnak van 3 különböző pályája, plusz még a történelmi íjász világbajnokságon belül van a történelmi céltávlövő világbajnokság, illetve a történelmi távlövő világbajnokság. Tehát gyakorlatilag 5 különböző pályán fognak folyni a versenyek.
Legutóbb 2018-ban volt Gyulán hasonló világbajnokság. A fürdőváros alpolgármestere elmondta, külön öröm számukra, hogy ismét Gyula adhat otthont a VB-nek. Ez nagyon nagy dolog, hogy Malajziától kezdve Dél-Koreán keresztül egészen Európa számos országán át a várost számon tartják. Számon tartanak egy gyulai civil szervezetek, akik ugye világbajnokságot szerveznek, és hát mondhatjuk úgy is, és ezt a beszédemben is elmondtam, hogy az idei évben, ugye mivel 2020-ban elmaradt a VB, rekordszámú nevezés is érkezett, sokan ennyien nem neveztek még erre az IASZ világbajnokságra. A versenyek hétfőn reggel 8 órakor bemelegítéssel kezdődtek, majd az íjászok 9 órától élesben is lőhették a célokat. A több száz íjász 3 csoportra osztották fel, így 3 helyszínen mérhetik össze tudásukat. Hazai pályán rangadóval folytatja szereplését a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó MB2-ben. A lilák az első fordulóban Pécsett 1-0-ás vereséget szenvedtek, majd hazai pályán 6-1-re legyőzték a Kazincbarcikát. A viharsarkiak legutóbb vasárnap a tavaly még élvonalban szereplő Gyirmót FC Győr együttese felett arattak 1-0-ás győzelmet. A Békés Csabára szerdán egy újabb NB1-ből kieső csapat, a jelenleg listavezető MTK Budapest vár a Kórház utcai stadionban. A Bognár György által irányított fővárosiaknak egyértelműen az a céljuk, hogy az első két hely valamelyikén végezzenek, és visszajussanak az NB1-be a bajnokság végén. A 6. helyen álló Brölás Gábor irányította előrének, így nem lesz könnyű dolga a józsefvárosi csapat ellen. A Békés Csaba MTK mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Kórház utcai stadionban. Hétfőn megkezdte felkészülését a 2022-23-as idényre a Svitelszki Békés Csaba. A csabai röplabdás lányok a következő szezonban az Extraligában, a Magyar és a CEF kupában, illetve a Közép-Európai Ligában is rajthoz állnak. Napi 2 edzéssel kezdte meg a felkészülést a következő idényre a Svitelszki Békés Csaba. A csabai lányok délelőttönként a Békés Csabai Röplabda Akadémia munkacsarnokában vesznek részt kondicionális tréningeken, míg kora esténként a városi sportcsarnokban labdás edzéseken csiszolják tudásukat. Nagyon fontos szerintem, hogy megfelelő fizikális állapotba kerüljünk, úgyhogy annak fogjuk elsősorban helyezni a hangsúlyt, hogy tényleg minél több kondi edzésünk legyen, illetve az alap technikai, illetve taktikai dolgokat, amiket Gábor majd a szezon során el fog várni tőlünk, azokat biztos alapra helyezzük. A BRS-e játékos keretének egy része az előző héten már rávezető foglalkozásokon vett részt. Ralica Vasilyeva múlt héten érkezett Békés Csabára, és elmondása szerint hamar beilleszkedett a közösségbe. Nagyon örülök, hogy már múlt héten elkezdhettem a csapattal az edzést. Kemény, de jó hangulatú foglalkozásokon vettünk részt. Jó a csapaton belüli összhang, sokat beszéltünk már a lányokkal a pályán kívül is. Várjuk a felkészülési időszakot és az új szezont. Úgy érzem, mindannyian motiváltak vagyunk. Tóth Gábor vezetőedző arról beszélt, hogy a 10 hetes felkészülési program első hetében különböző felméréseket végeznek a játékosokon, majd az edzéseken az állóképesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A csapat a szezon kezdete előtt továbbá edzőtáborba utazik, de nemzetközi felkészülési tornán is részt vesz. Az első mérés, ami megtörténik, az a testösszetétel mérése. Ez ad egy nagyon jó támpontot azzal kapcsolatban, hogy milyen célsúlyt, illetve mit kell elérni a játékosoknak fizikailag, hogy top formában legyenek. Holnap, azaz augusztus 16-án meg fog történni a TSO Medical által elvégzett felmérés, amit a tavalyi szezonban is havi rendszerességgel csináltunk. Ez már konkrétan a fizikai paraméterekre vonatkozik. A vezetőedző arról is beszélt, hogy Pintér Andrea és Bagyinka Fanni az Európa-bajnoki selejtezőkre készül a nemzeti együttessel, így ők a válogatott programot követően csatlakoznak a csapathoz. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!